Köszöntök mindenkit, aki így a hálózati biztonság, mint olyan iránt egy kicsi elhivatott, és úgy gondolta, hogy végighallgatja az applikációs szintű protokollelemzésről szóló előadást. Csapjunk is bele mindjárt a közepébe. A termék, vagy a szoftver, amiről szól lesz, ez az applikációs szintű tűzfal. Ez az, amit ZORP-nak hívnak, nagyjából erről fog szólni az előadás az elkövetkezendő 42, vagy most már talán csak 41 percben. Magát a szoftvert a Balabit IT Security Kft. Fejleszti. Létezik belőle nyílt forrású változat is, és nyilván létezik belőle egy kereskedelmi verzió is, de erre itt most így különösebben nem térnék ki. Néhány szó majd esik azért erről az előadás során. Engem Fejfer Szilárdnak hívnak. Senior szoftverfejlesztőként dolgozom a cégnél. Tegyük fel talán így a leggyorsabb és a legegyszerűbb és talán a legfontosabb kérdést is. Tulajdonképpen mi az a ZORP? A ZORP, hogyha ezeket a karikákat itt elolvassuk fordított sorrendben, akkor azt találjuk, hogy egy nyílt forrású moduláris proxy tűzfal. Ez nagyon szépen hangzó kifejezés, próbáljuk végigvenni, hogy akkor ez tulajdonképpen mit is jelent. Legyen elsőként a tűzfal. Gondolom azért itt ilyen nagyon sokat arról, hogy mi az a tűzfal, nem kell és nem szükséges magyarázni, de néhány gondolatot azért mégis tennék, mert van néhány sajátossága az ZORP-nak, amit szerintem célszerű itt első közelítésben megemlíteni. Elsőként talán azt, hogy ez egy applikációs szintű tűzfal. Mit jelent ez? Amihez nagy általánosságban véve hozzá vagyunk szokva, vagy rendszergazdák hozzá vannak szokva, az mondjuk az IP-térben az. Ugye az IP-térben az ISO-OSI rétegekben rendelkezik korlátokkal, ugye az első négy rétege még viszonylag jól elbánik, és akkor már fölötte vannak némiképpen gondok. Ha valaki nem csak azt szeretné megmondani, hogy IP-k, illetve portok szintjén mi közlekedhet a hálózatban, hanem attól följebb is szeretne magában a protokollban, az applikációs szintű protokollban, például mondjuk a HTTP-ben vagy az FTP-ben turkálni, illetve az ott zajló forgalom alapján döntéseket hozni, akkor voltak éppen neki egy applikációs szintű tűzfalra van szüksége, ami az ISO-OSI rétegeinek mindegyikében képes valamiféle döntésre, képes a forgalom figyelésére, auditálására, módosítására, logolására és mi egyebekre. Ez lenne ugye az application level kulcsszó. A másik, amit mondjuk ott olvasni lehet, az az easy to customize. Na most kinek mi? Ugye egyszerű testre szabni, hát szerintem egy applikációs szintű tűzfalat sohasem egyszerű testre szabni. Ugyanakkor mégis itt van ez a kifejezés, úgyhogy akkor mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogyha akinek ingerenciája van rá, és akinek bátorsága van rá, az Python nyelven nekifuthat a történetnek, és saját maga gyakorlatilag szinte bármilyen mélységig elemezheti a protokollt, akár olyan protokollt, amire már van létező proxy, akár olyat, amire még nincs létező proxy, és megtehet mindent, amit csak szeretne, megteheti azt, hogy csak figyeli a forgalmat, megteheti azt, hogy későbbi audithoz logokat generál ebből a forgalomból, megteheti azt, hogy módosításokat végez a bizonyos protokollelemeken. A lehetőségeknek gyakorlatilag egyébként csak az ismeretanyag, a rutin az, ami gátat szab. Proxy. Előbb említettem ezt a kulcsot, hogy proxy, tulajdonképpen mit is jelent ez. Az orpos terminológiában proxynak hívjuk a protokollelemzőt. Ami most a képernyőn látható, az azoknak a proxyknek a listája, vagy azoknak a protokollelemzőknek a listája, amik a ZORP GPL verziójában elérhetőek. Hát ugye bal oldalt szerintem nincs különösebben magyarázatra szoruló protokoll, HTTP, FTP, SMTP és POP3. Ezek azok, amik jelen állás szerint a ZORP GPL-ben elérhetők. Ezen protokollra van kész, amúgy C nyelven írott protokollelemző. A jobb oldali kategória kör, hát az picit az ilyen futottak még kategória. Nem mondom, hogy én életemben sohasem fingereztem, vagy hogy egy húiszt ne engedtem volna el parancsorból, mert ez persze nem igaz. Az viszont igaz, hogy ezt még proxyn keresztül talán sosem tettem, vagy legalábbis nem tudtam róla, hogy proxyn megyek keresztül. Minden esetre ezek is elérhetőek a nyílt forrású változatban. És akkor van két joker elemünk. Az egyik a plug proxy, a másik pedig az AnyPy proxy.
Na most a Plug, az mondjuk a nevéből talán valamennyire következik, hogy mit csinál, konkrétan semmit. Voltaképpen arról van szó, hogy fogja a két végkapcsolatot, tehát a kliens oldali kapcsolatot és a szerveri oldali kapcsolatot, ezt a kettőt összedugja, és gyakorlatilag semmilyen protokollelemzést nem végez. Felmerülhet ugye joggal a kérdés, hogy akkor ennek mi a hasznossága, és ez miért is jó nekünk. Voltak éppen azért, mert mégiscsak felküzdjük applikációs szintig az elemzést, és ezen a szinten szétválasztjuk egymástól a kliens és a szerver oldali kapcsolatot, ennek már önmagában is megvan a maga haszna, illetve azért a Plug Proxy is rendelkezik néhány opcióval, amit ki lehet használni, timeout és mi egyebek, de erről egyébként még a későbbiekben lesz szó. Ami végképp kakuktojás, ez az AnyPy Proxy. Az AnyPy Proxy gyakorlatilag egy ilyen proxy alap, ha úgy tetszik, egy ilyen magi tyúkhúsleves kocka, vagy valami ahhoz nagyon hasonló, adott egy kész C nyelven írt proxy, és adott ehhez egy Pythonos felület, és ha nekünk van olyan protokollunk, ami a Zorban nincsen benne, vagy azért, mert nincs rá széleskörű igény, vagy valamilyen másoknál fogva, akkor magunk Pythonban csinálhatunk saját magunknak protokollelemzőt, ha úgy tetszik, és ha erre van szükségünk. Ennek leginkább akkor van gyakorlati haszna, amikor valami olyan protokollnak az elemzésére, módosítására, auditálására van szükségünk, ami mondjuk valamilyen proprietary szoftver használ, a protokoll leírás ugyanadott, de nem túl széles körben elterjedt, tehát igazából nincs rá készen kapott megoldás, akkor kénytelenek vagyunk abból gazdálkodni, ami van. Ez az, ami van, ez az AnyPy Proxy. Itt tudunk Python nyelven magunk protokoll elemzőt írni. Moduláris. Hát három kulcs szó az, amivel szeretnék rávilágítani a ZORP moduláris felépítésére, hogy gondoljuk úgy, hogy a ZORP az egy moduláris felépítésű szoftver. Egyrésztről a proxyk, mint olyanok, egymásból örököltethetőek. Ennek akkor vesszük komoly hasznát, amikor picit csavarni szeretnénk az alap proxyn. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Említettem, hogy van FTP proxy az ZORban. Az FTP proxy mit tesz? Értelmezi azokat a parancsokat, amik jönnek, enged írást, olvasást, de fennáll az a kézenfekvő eset, hogy mi tulajdonképpen nem szeretnénk azt engedni, hogy szerverre feltölteni is lehessen, csak azt szeretnénk engedni, hogy szerverről letölteni lehessen, akkor ugye mit kellene tenni? Nagyjából azt kellene tenni, hogy az összes olyan parancsot, ami írást eredményez a szerveren, ezt valamilyen úton, módon tiltjuk, és akkor a többi meg működhet. Talán a legegyszerűbb ugye az volna, hogy vesszük a kész FTP proxyt, és akkor ezt a változtatást visszük már csak bele a rendszerbe. Egyébként ez is megoldható, de annyiban van jó hír, hogy ez egy viszonylag széleskörű igény volt, és még bizonyos fokig a mai napig is az, úgyhogy ez megoldott, ez a proxy létezik FTP read-only proxy néven, ami egyébként a standard FTP proxyból származik. Tehát ez jelenti az, hogy a proxyk egymásból származtathatóak. Tehát ha van egy alap proxyink, annak minden funkcionalitását ki tudjuk használni egy származtatott általunk írt, állandóunk testre szabható proxyban. A következő pont az általános SSL kezelés. Ez az általános SSL kezelés annyit tesz, hogy minden egyes proxy, mondjuk úgy, hogy SSL képes, minden egyes proxyra igaz az, hogy bekapcsolható rájuk úgymond a titkosítás. Ennek a gyakorlata leginkább egyébként mondjuk a HTTP, FTP és olyan protokolloknál kerül elő, amiknek létezik S végű verziója is, ugye HTTPS meg FTPS. Mit kell ilyenkor tenni? Azt kell tennünk, hogy kliens és szerver oldalon is ugye először jön egy SSL handshake, vagy megtörténik egy SSL handshake, és akkor azon belül van az az applikációs szintű protokoll, ami éppen van, mondjuk jelesül a HTTP. Na most ez az általános SSL kezelés azt jelenti, hogy minden proxynál megadhatjuk az SSL paramétereket, hogy a kliens oldalon van SSL, a szerver oldalon van SSL, és ha igen, akkor milyen. Egyéb iránt azt is jelenti, hogy ezt a kettőt, már mint a kliens és a szerver oldali SSL kezelést egymástól teljesen függetlenül tudjuk kezelni.
megoldható az ORP-al az, hogy a kliens oldalon nincs SSL, tehát ott mondjuk titkosítatlanul mennek az adatok, mert teszem fel, az a belső hálózatunkban van, míg a szerver oldalon, ami az internet felé esik, mondjuk ott titkosítottan forgalmazzuk, amúgy teljesen ugyanazt a protokollt. És akkor ilyenkor az ORP nyilván azt csinálja, hogy ami kliens oldalon titkosítatlanul érkezik HTTPS, az a szerver oldalon becsomagolja egy SSL rétegbe, és úgy küldi tovább. A harmadik pont az a program stacking. Ez talán kicsit érthetetlenül hangzik, ez a technikai elnevezése ennek a funkciónak. Gyakorlatban ez annyit tesz, hogy külső applikációt tudunk hozzácsatolni az ORP-hoz. Az ORP egy applikációs szintű tűzfal, ennél nem akar több lenni. Ennek okán aztán önmagától nem is tud például vírus szűrni, vagy spamet szűrni, vagy bármi hasonlót tenni. Viszont meg tudjuk azt oldani, hogy egy külső szoftvert csatlakoztatunk az ORP-hoz, és akkor ezeket a problémákat egy külső szoftverrel kezeljük. Az már teljesen mindegy, hogy az a külső szoftver mondjuk egy nyílt forrású szoftver, vagy nem egy nyílt forrású szoftver. Minden esetre a protokollból gyakorlatilag kivesszük ugye az adattartalmat, azt egy külső szoftverrel megrágatjuk, mondjuk egy spam szűrővel, a spam szűrő megmondja, hogy szerint ez spam volt, vagy nem volt spam, vírusos, vagy egy víruskergetővel, ami megmondja, hogy vírusos volt-e a tartalom, vagy nem, és akkor ettől a döntéstől függően, vagy ettől az eredménytől függően hozunk mi döntést arról, hogy a forgalmat a továbbiakban engedjük-e, vagy sem. Open source. Na most hát nyilván, mivel vagyunk, ahol vagyunk, tehát ez egy nyílt forrású konferencia, nem túl meglepő, hogy az ORP egy nyílt forrású termék. Kicsit közelebbről ez annyit tesz, hogy jellemzően GPL licenszű. Na most körülbelül három részből tevődik össze az ORP, mint olyan. Van egy KZORP nevű kernel modulunk, az ugye szükségképpen GPL, mivel a kernel GPL, így mondjuk úgy, hogy kénytelen kelletlen, bár ebben igazából nincs nagy kényszer, magának a kernel modulnak is GPL-nek kell lennie. Az ORP, mint tűzfal, szintén ilyen licensz alatt érhető el, illetve van egy saját fejlesztésű függvénykönyvtárunk, amit libzorpelelnek hívnak, ebben mindenféle szál és socket kezelés és mi egyebek vannak, ez LGPL licenszes, tehát hogyha valaki ezt a library-t szeretné használni saját szoftver fejlesztéséhez valamilyen oknál fogva, akkor azt minden további vényekor megteheti. Ennyi elméleti áttekintés után lássuk, hogy miért lesz nekünk jó az ORP. Mire tudjuk mi ezt egyáltalán használni? Az első és talán legfontosabb kérdés között az access control. Elmondható az, hogy hálózatkezelés, hozzáférés, vezérlés nélkül ugye gyakorlatilag nincsen. A hozzáférés, vezérlés első kérdése az, hogy kik azok, akik hozzáférhetnek valamilyen hálózati erőforrásunkhoz. Most ha netfiltert használunk, akkor erre a válasz ugye IP címek szintjén, vagy IP subnetworkök szintjén érkezik meg. Azt tudjuk mondani, hogy a belső hálózatunk ez, vagy annak valamely része ilyen subnettel fedhető le, és akkor ezt a subnetet engedjük hozzáférni valamilyen erőforráshoz, egy webszerverhez, egy FTP szerverhez, vagy bármi máshoz. Na most mi az, amit a ORP ebben a kategória körben többet tud nyújtani? Az ORP annyiban tud többet nyújtani, hogy ezeket az IP subneteket képes halmazokba szervezni, és ezeket a halmazokat képes kezelni. Ezt a halmazt egyébként az ORP-os terminológiában zónának hívják. Tehát gyakorlatilag egy zóna úgy néz ki, hogy abban felsorolunk IP szabneteket, és később majd az, mint a zónára, mint egészre tudunk a tűzfal szabályból hivatkozni. Azt tudjuk mondani, hogy ebből a zónából, ebbe a zónába mehet valami, ebből egy másik zónába, egy másik zónába mehet valami. Miért jó ez a gyakorlatban? A gyakorlatban azért jó, mert általánosságban véve elmondható, hogy az IP címeink, meg az IP hálózataink, vagy subnetworkjeink, azok szokták tükrözni az adminisztratív hierarchiát, de nem feltétlenül tükrözik azt. Tehát általánosságban véve elmondható, hogy egy bizonyos IP subnetwork, az mondjuk adminisztratív szempontból is egy bizonyos csoporthoz tartozik, mondjuk egy cégen belül a fejlesztéshez, a pénzügyhöz, vagy bárki máshoz. De a ORP esetében ez nem kell, hogy így legyen. Bármilyen IP cím bárkinél lehet. Azt tudjuk mondani, hogy egy adott IP cím vagy subnet egy zónába tartozik, és akkor ebből a zónákból alakítunk ki gyakorlatilag csoportokat, és ezeket a csoportokat fogjuk tudni egyben kezelni. Na most ezek a zónák
nem csak önmagukban léteznek, hanem egymáshoz képest is vannak viszonyaik, szülő-gyerek viszonyok. Ezekből a zónákból fel tudunk építeni egy fa hierarchiát, ami fa hierarchián belül egyébként öröklődés is van fentről lefelé. Ez gyakorlatilag arra lesz jó, hogyha egy felső szintű zónára, ami a fa hierarchia tetején van, valamilyen szolgáltatást engedélyezünk, akkor lejjebb azzal már nem kell törődnünk, az mondjuk úgy, hogy tovább öröklődik. Gyakorlati példa, hogy a HTTP-t azt ugye szokás engedélyezni viszonylag széles körben, akkor azt tudjuk mondani, hogy a zónánk a teljes belhálózat, felveszünk egy olyat, amiben a teljes belhálózat benne van, és akkor azt mondjuk, hogy ebből a zónából kifelé, a külső hálózat felé, a 80-as porton a HTTP forgalom az engedélyezett. És akkor az A zónákban már ezzel a történettel nem kell foglalkoznunk, azt tudjuk, hogy egy felsőbb zónában már erről rendelkeztünk. Ha kivételeket akarunk tenni, akkor természetesen ezt megtehetjük. Tehát gyakorlatilag ugye így tud kinézni egy hierarchia, némiképpen persze stilizálva a történetet. A másik kérdés, amit ugye a hozzáférés vezérlés kapcsán felszokás tenni, hogy hogyan érhetőek el bizonyos erőforrások. Na most, ha HTTP-s példánál maradva, hogy a netfilternél az a mondás tud lenni, hogy akkor a belső hálózatból a külső hálózatba a 80-as porttól, ami forgalom zajlik, azt engedélyezzük. Na most ezzel a lendülettel viszonylag nagy lyukat ütöttünk a tűzfalunkon, hiszen azt mondtuk, hogy bármi, ami az internetben a 80-as porton keresztül érhető el, az egy legális forgalom. Ugyanakkor az igény nem így merül fel, az igény gyakorlatban is úgy merül fel, hogy engedjük azt, hogy HTTP forgalom zajlódhassék, engedjük azt, hogy mondjuk úgy, hogy az internet működjön. Tehát voltak éppen itt annyiban ütünk ugye a lyukat a hálózaton, hogyha az internetben valahol 80-as porton van egy SSH, hát akkor van egy SSH, azt mi nem nézzük, legalábbis netfilternél nem nézzük, hogy abban konkrétan milyen forgalom zajlik, hát ott van egy SSH, akkor valaki oda SSH-zik, és akkor minden van. Akkor ezzel megoldotta, hogy gyakorlatilag keresztül megy a hálózatunkon, úgy, ahogy neki tetszik, legalábbis belülről kifelé. Na most a ZORP annyit tud tenni értünk ebben a kategóriakörben, hogy nem csak hogy azt mondhatjuk meg, hogy ebből a belső hálózatból kifelé a 80-as port, hanem azt is megmondhatjuk, hogy ezt hogy kell tudni értelmezni. És azt mondhatjuk, hogy ezt HTTP-ként kell értelmezni, itt HTTP forgalomnak kell zajlania, ha nem HTTP forgalmat találunk, akkor az nem működik. Ezt teszi meg egyébként az ORP, tehát ami a 80-as porton elindul forgalom, azt megpróbálja, mint HTTP-t értelmezni. Ha ez működik, akkor minden rendben van, ha nem működik, akkor nyilván ezt a kapcsolatot el fogja vágni, és azt mondja, hogy hát ez itt valamiféle illegális forgalom. Na most, amit még meg tudunk tenni, az az, hogy ezt a forgalmat auditáljuk. És akkor nem csak azon a szinten tudjuk auditálni, hogy milyen IP címről, milyen IP címre történt forgalom, hanem azt is tudjuk auditálni, hogy az applikációs protokoll szintjén mi történik. Tehát például HTTP-ben, hogy volt egy GET, és arra milyen válasz jött. Egy FTP esetében, hogy valaki most arra a szerverre valamit feltöltött, vagy onnan letöltött, és ha igen, akkor mit? Törölt, nem törölt, listázott, mikor mit csinált? Nyilván tehetünk korlátozásokat is erre, ez az példaként említett read-only FTP, amikor azt mondjuk, hogy azok a parancsok, amik a szerverre írnának, azok nem engedélyezettek. Kiszedhetünk bizonyos protokollelemeket, megváltoztathatjuk a bizonyos részeit a protokollnak, de erről még majd később lesz szó. És akkor természetesen ezt külön-külön zónánként más szabályokhoz rendelhetjük, hogy kinek éppen pont mit lehet. Nyilván vannak minden csoportban nagyobb szabadsággal rendelkező felhasználók, és vannak, akik picit kisebb szabadsággal rendelkeznek. Amiben még tud nekünk a ZORP segíteni, az információk kiszivárgásának meggátolása. Most az information leak prevention, ugye ez egy széles körben elterjedt kifejezés. Én most itt hoznék néhány példát, én nem értem ezt annyira tágan, amennyire ezt tágan szokás érteni. Azt viszonylag hamar le kell szögezni, hogy a ZORP az nem egy ILP.
Viszont vannak olyan funkciói, amik meggátolják azt, hogy bizonyos típusú információk kiszivárogjanak a hálózatból. Mik lennének ugye ezek? A böngészőnk ugye első közelítésben, amikor elkezd beszélgetni a szerverrel, nagy lelkesültségében egyből elárulja, hogy ő milyen böngésző. Na most ez nekünk vagy jó, vagy nem jó. Nyilván a webszerver szokott döntéseket hozni az alapján, hogy milyen böngészővel találja magát szembe, hogy ez most egy Firefox, egy Opera, netántán, nagy úristen, egy Internet Explorer, vagy bármi egyéb. Én értem, hogy ilyen döntéseket szokott hozni, ezzel együtt én mégsem szeretném, hogyha ez az információ az én belső hálózatomból kiszivárogna. Én azt mondom, hogy majd odaírok valamit, ami nekem tetszik, a webszerver meg majd oldja meg, hogy ő ezt hogyan oldja meg. Én nem akarom tudatni senkivel a külvilágban, hogy milyen böngészőt használok, már csak azért sem, mert ennek ugye lehetnek bizonyos biztonsági kockázatai, ha tudjuk bizonyos típusú böngésző bizonyos verziójáról, hogy az valamilyen támadás ellen érzékeny, akkor ezt valamilyen rosszindulatú szerveren keresztül akár ki is lehet használni. Hasonló példa egyébként ez a referer site. Ha a belső hálózatunkból ugye mutatnak weboldalakról linkek egy külső hálózatba, az internetre, akkor a böngésző szintén nagyon lelkesen elárulja, hogy akkor mi honnan jöttünk. Ez gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a belső hálózatot fel lehessen deríteni. Hiszen minden olyan kifelé mutató link a különböző szerverekről, az gyakorlatilag ebből egy lista képezhető, hogy a másik oldalon, tehát az internetben lévő mondjuk webszerver oldalán így egy listát tudok készíteni arról, hogy egy adott hálózaton belül milyen szerverek vannak. Ez nem feltétlenül szerencsés, ha akarjuk, akkor ezt a HTTP headert egy az egyben kivehetjük és tilthatjuk. Hasonló példa egyébként a HTTP-n belül az originál host is és a proxy információ is, de ebben időhiányban így nem nagyon mennék bele. Az SMTP egyébként szintén művel hasonló dolgokat, a mailer type az körülbelül ugyanazt a funkciót tölti be, mint a user agent a HTTP esetén, és a server host hasonlóképpen információkat szivárogtat ki, mint a referer site. Interoperabilitás. Azok az esetek, amiket most itt látni lehet, azt kell mondjam, nem túl gyakoriak, de hogyha szükségünk van rá, akkor általában nagy szükségünk van rá. Egyrészt a már említett kliens információ hamisítás, tehát így bármikor meg tudjuk azt tenni, hogy valami más klienst hazudunk, mint ami valójában a kliens oldalon van. Erre egyébként gyakorlati példa is volt, egy picit talán elméletinek tűnik ez az egész, de talán az év elején volt, amikor az elműnek a bejelentő oldala nem működött a 10-es Firefox-szal, ha jól csalódom, mert ott az SAP kellően jól kalkulálta a verziószámot, és a 10-ből csak a 0-át érezte meg, az 1-est meg nem, akkor ő közölte velünk, hogy ez kisebb, mint Firefox, nem tudom, 3, és akkor ott álltunk megfürödve, hogy na most akkor nem mennek ezek a történetek. Zolt segítségével meg lehet azt csinálni, hogy minden, ami Firefox 10, azt áthazudjuk Firefox 9-re, és a Firefox 10-zel egyébként pontosan ugyanolyan jól működik egyébként, mint a 9-essel, azt hazudjuk a szervernek, hogy 9-es, ő ennek megörül, és akkor az ügyfeleink is megörülnek, hogy működik az egész rendszer, és a fél internet azon hype-ol, hogy nem lehet elérni most akkor az elmű bejelentő oldalát, nálunk meg el lehet érni. Hasonló példa, amire már kevésbé tudok egyébként életszerű példát hozni, az a féloldalas SSL. Zolban meg lehet azt csinálni, hogy a kliens oldalon, az egyik oldalon beszélünk SSL-t, a másik oldalon nem beszélünk SSL-t. De akkor van jelentősége, hogyha van egy viszonylag régi szoftverünk, ami olyan időkből származik, amikor még így körülbelül se híre, se hamva nem volt az SSL-nek a gyakorlatban, ő erre nem képes, erre nem hajlandó, és mi ezt eltűrjük neki, legalábbis a belső hálózatunkban. De hát ugye mi van kívül? Kívül van a széles internet, hát ott azt talán mégsem kellene csinálni, akkor megoldható az OLAP segítségével az, hogy a belső hálózatunkban akkor minden további nélkül megy a titkosítatlan forgalom, kívül pedig azt a forgalmat, amit belül titkosítatlanul engedünk, beborkoljuk egy SSL rétegbe, és akkor kívül titkosítottan zajlik az adatkapcsolat. Ami szintén megoldható, bár erre is nehéz valós példát hozni talán, hogyha valamelyik oldalon az SSL-nek V2-es vagy V3-as verzióját akarjuk használni, csak ezt, csak azt, a két oldalon különbözőt, akkor ez egyébként szintén megoldható. Illetve, ha kellőképpen ismerjük a protokollt, akkor bizonyos protokoll elemeket ki lehet szedni, és ezzel is el lehet kerülni inkompatibilitásokat. Például ugye az SMTP
kapcsolat, tehát gyakorlatilag a levelezés, a levélküldés úgy kezdődik, hogy a kliens kír a szervertől egy feature listát, hogy a szerver barátom, mondjad már meg, hogy te miket tudsz és miket nem tudsz. Erre fel a szerver mondjuk például tudja azt is mondani, hogy ó, hát én tudok start TLS-t. Na most elképzelhető az az eset, hogy bizonyos kliens bizonyos szerverrel együtt nem igazán jól tudja a start TLS-t, de hát ugye a szerver elküldte, a kliens megkapta, a kliens megörült, mond egy start TLS-t, aztán nem megy. Mi mit tudunk ebben a helyzetben tenni? Alapvetően egyébként nem túl sokat, hogyha a kliens ilyen szempontból nem konfigurálható, a szerver meg ugye nem a mi kezünkben van, akkor ott állunk megint csak megfürödve. Kivéve van egy zorpunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy bár a szervertől jött egy start TLS, de mi ezt így a kliensnek nem mondjuk tovább. Ezt eltitkoljuk előle, őt ez most így ne érdekelje, és akkor pont. A kliens ugye mivel, hogy nem érkezett a feature listában az, hogy a szerver tud start TLS-t, akkor nem kell start TLS-t mondani, és mindenki boldog. Az előbb említett, vagy a korábban említett program stacking funkció révén kapcsolhatunk ugye külső szoftvereket az ORP-hoz. Ezek segítségével megvalósítható vírusszűrés, spam szűrés, URL filter és mi egyebek. Erre nagyon kompakt támogatás nincsen, tehát ha valaki erre szánja el magát, hogy ilyesmit szeretne az ORP-ban csinálni, meg lehet csinálni minden további nélkül. Mutatok is rá egy egyszerű példát, vagy egy viszonylag egyszerű példát, de ezzel, hogy úgy mondjam, meg kell küzdeni, tehát kell hozzá egy külső szoftver, azt kell tudni normálisan konfigurálni, és egyebek, és meg kell tudni teremteni a kapcsolatot az ORP és ezen külső szoftver között, de megoldható minden további nélkül azért. Audit. Na most mindaddig, amíg a hálózatunkban úgy nagyjából rendben mennek a dolgok, addig ugye az audittal mindenki úgy van, hogy az csak egy nyug. Az ott logokat generál, meg sok van belőlük, meg menteni kell őket, meg mindenféle bajuk van. Amikor azonban bekövetkezik egy olyan szituáció, amit nem szerettünk volna, akkor mindjárt mindenki a logokhoz kapkod, és mindenki próbálja előszedegetni őket, hogy akkor most akkor tulajdonképpen mi is történt, és most akkor a rendszergazda azonnal jöjjön elő, álljon a szőnyeg szélére, és mondja meg, hogy mi történt. Na, ilyenkor jön nagyon jól az audit log. És ilyenkor jön nagyon jól az applikációs szintű audit log. Egy valós életből vett példa, hogy FTP szerver üzemeltettek arra a célra, hogy bizonyos anyagok bizonyos céghez beérjenek. Na, egyszerű példa. Az ügyfél állította, hogy ő arra a szerverre már pedig azt az anyagot feltöltötte az adott határidőre. A szerver tulajdonosa meg állította, hogy nem töltötte fel. És akkor a kettőjük vitája az így nehezen dönthető el, ugye egy áll egy ellen, ez még ugye modern jobban nem nagyon működőképes. És akkor jött a rendszergazda, és azt mondta, hogy jó, hát akkor vegyük elő a logot, és akkor nézzük meg. A logból mondjuk hogy nem az látszott, hogy csak nem töltötte fel, csak egy két órával később. Felkerült, senki nem mondhatja, hogy nem került fel, de amennyiben a rendszeróra ugye stimmel, akkor az egyik félállítása nem stimmel. Ugyanígy igaz az, hogy nyomon követhetjük, hogy ki, mikor és milyen formában sérti meg azt a házirendet, vagy azt a szabályrendszert, amit a tűzfal lévén próbálunk betartatni. És tényleg az a fontos, és tényleg az a nagyon nagy feature ebben a történetben, hogy ezt az applikációs protokoll szintjén tudjuk megtenni. Tehát nem csak az látszik, hogy valaki próbált csatlakozni valahová a széles internetben, hanem az is látszik, hogy ott tulajdonképpen mit próbál csinálni, és mi az, amit. Tehát sokkal cizelláltabban tudjuk azt megfogni, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. Flexibilitás. Hát már akinek ez flexibilis, mert már amennyiben ez valakin segít, akkor Pythonban lehet egyébként ZORP-ot konfigurálni. Akinek ez jó hír, akinek kevésbé jó hír, annak kevésbé jó hír. Nem feltétlenül muszáj Pythonul érteni ahhoz, hogy ZORP-ot lehessen használni. Ha viszonylag egyszerű szabályrendszert szeretnénk összerakni, akkor az nagyon hasonlítani fog a Pythonra, de tulajdonképpen Pythonul igazából nem kell érteni hozzá. Ha valami komolyabbat szeretnénk, ha például egy valamilyen saját protokollt szeretnénk értelmezni, elemezni, auditálni, módosítani, na akkor lesz szükségünk Python ismeretre, akkor tudjuk azt megtenni, hogy beékelődünk bizonyos pontokra az adatforgalomban, és akkor azt mondjuk, hogy ott megkapjuk. Tehát a protokoll, mint olyan, értelmeződik, azzal mondjuk nekünk nem kell törődnünk,
De mondjuk teszem azt, ami HTTP-n belül egy getre válaszként jön, mi azzal szeretnénk valamit kezdeni. Akkor ezt meg tudjuk tenni, meg tudjuk azt részleteiben nézni, hogy ott tulajdonképpen mi történik. Vagy egy másik példa, a korábban említett AnyPy proxy használatára. Ha például van valamilyen XML alapú protokoll, ami mostanában azért elég népszerű, akkor közlekednek az XML-ek erre, és közlekednek az XML-ek arra. És azok az XML-ek ugye is leírnak valamiféle működést, tehát ott általában valamilyen parancsok mennek az egy irányba, és akkor egy válaszok jönnek a másik irányba. Itt is meg tudjuk azt tenni, hogy Pythonban egész egyszerűen felparszaljuk ezt az XML-t, megnézzük, hogy mi van benne, és eldöntjük azt, hogy annak a kliensnek van-e jogosultsága azon művelet végrehajtására, amit az XML leír. Ez minden további nélkül megoldható. És hát szintén itt van, ez a példa arra is, hogy saját, customizált proxyt fogunk tudni létrehozni. Hoztam néhány példát is, hogy lássuk, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, vagy hogy működhet a gyakorlatban. Ami látszik, remélem látszik is egyébként, és nagyjából olvasható, az emit egy kliens, itt egy server log, és itt pedig a tűzfal logja. Ez egy read-only FTP kapcsolatnak a, mondjuk úgy, hogy videója. Mi az, amit látunk? Ugye a kliens próbálkozik először is bejelentkezni, az még sikerül is neki, majd végrehajt egy getet, az is viszonylag jól sikerül, mindkettő megcsodálható itt a server logjában is. Tehát itt még minden működik. És akkor amikor végrehajtja az első olyan parancsot, ezt a putot, ami írással járna a szerveren, akkor problémával ütközik, és ezt az 500 error parsing answer commandot kapja vissza. Ugyanezt fogja visszakapni egyébként akkor is, amikor egy mkdir parancsot ad ki. Mivel hogy ez egy read-only FTP proxy, ezért ugye az írással járó parancsok azok nem engedélyezettek, és következésképp egyébként a szerver logjában sem jelennek meg. Miért? Azért, mert ugye a kliens mond egy ilyen parancsot, hogy mkdir, az eljut a tűzfalhoz, a tűzfal ezt értelmezi, azt látja, hogy ez egy írással járó parancs, tudja, hogy ezt nem lehet, és visszaüzen egy hibát a kliensnek, és a szerverhez az ég egy ott a világon semmit nem küld. Itt látszik. Akinek jó szeme van, látszik, hogy itt van az a pont, amikor visszaküldi a kliensnek a választ, meg itt van az a pont, amikor visszaküldi a kliensnek a választ, hogy ez nem volt jó ötlet. Nézzük meg, hogy akkor hogy lehet, hogy hogy néz ki az, amikor Zolp segítségével meghamisítjuk kicsit a user agentet. Elsőként próbálkozunk egy V3M-mel, és a szerver logjában látszik, hogy igen, jött valaki egy V3M-mel. Másodikként, csak hogy jobban látszódjék a varázslat, megpróbáljuk ugyanezt egy links-el is. A szerver logjában látszik, hogy jött egy links, nagyon jó. A harmadik alkalommal egy picit más lesz az URL, csak azért, hogy más szabályra fusson rá. Látszik, hogy itt egy header replace szerver volt, és akkor látszik, hogy hop-hop, a szerver logjában az jelent meg, hogy my user agent. Ugyanezt megpróbáljuk V3 helyett links-el is, ugyanarra a szabályra fog ráfutni, és ugyanúgy átütöttük a user agentet user agentre. Ugye ez nyilván egy kevésbé hasznos dolog, hogy my user agentre ütjük át, ez a széles internetben kevésbé elterjedt böngésző, de mondhatjuk azt, hogy ez mondjuk egy Firefox 9, és akkor már is életre bíltunk valamit, ami eddig nem működött. Interoperabilitás. A korábban említett példa itt válik valósággá, itt egy SMTP szerver, ami egyébként tudja a start TLS-t. Onnan indult a kliens, hogy lekérdezett egy feature listát, erre a szerver visszaadta, hogy ő tud start TLS-t. Második közelítésben egy SMTP proxy megy keresztül, ugyanez a kapcsolat, egy olyan SMTP proxyn aminek az egyik oldalán van titkosítás, a másik oldalán meg nincs titkosítás. Következésképp a start TLS-nek a világon semmi értelme. Ha az egyik oldalon nem akarunk titkosítani, akkor start TLS ne akarjon a kliens mondani, a másik oldalon meg fixen van titkosítás, tehát abban meg minek start TLS-t mondani, az ott már eléggé titkos. Ezért, ha egy ilyen beállítást alkalmazunk, akkor automatikusan az ORP kiszűri a start TLS-t a feature listából néhány egyéb dologgal együtt, úgyhogy itt már nem is látszik a start TLS. Tartalomszűrés.
itt egy klamavnak a logja látható, itt továbbra is ugye a tűzfalnak a logja lesz látható, itt meg a kliens próbál egy vírust szerezni. Szerzett is egy EIKAR-t, ugye van az EIKAR vírus, ami tulajdonképpen egy tesztvírus, minden víruskergető felismeri, mint vírust, ugyanakkor nem túl kártékony szegénykje, de hát vírusnak tekintendő, mint olyan. Azt elsőre sikerült letöltenünk, mert egy olyan szabályra futottunk, ami csak egy sima HTTP proxyn megy keresztül. A következő eset, az már nem ennyire egyszerű, ott egy olyan HTTP proxyn megyünk keresztül, ahol a getre visszaérkező tartalmat, azt kiadjuk egy vírusszűrőnek, és a vírusszűrő, ahogy látszik is itt, az egy klamav. A klamav azt mondja, hogy ó, hát én találtam egy EIKAR vírust. Ennek következményeképp a kliensnek akkor már nem az eredeti tartalmat, tehát nem az EIKAR-t adjuk vissza, hanem kap egy szép HTML oldalt, amiben le is írjuk neki, hogy az a tartalom, amit ő szeretett volna, az nem engedélyezett. És egyéb iránt a logban is megjegyezzük azt, hogy mi tulajdonképpen egy EIKAR vírust találtunk, és ez az, ami miatt nem működött a történet. Hasonlóképpen egyébként megvalósíthatunk URL filtert is. A szokásos példa történik, tehát a kliens csatlakozik a szerverhez, egy sima HTTP proxyn keresztül, ez működik is. A HTTP szerver jelesül egy Apache-nak a logjában, ezt láthatjuk is. Akkor a kliens újra próbálkozik, egy picit másképp, hogy egy URL filteres proxyn keresztül jusson, és ez mindjárt nem is megy, és akkor visszakapta a weboldalt, hogy ő egy tiltott URL-t próbált letölteni. Egyéb iránt ez szintén megjelenik a logban is. Audit. Ahogy eddig is, most is szokásos felállás van, egy kliens, szerver, egy normál bejelentkezés, az így néz ki. Látszik, hogy nem túl bőbeszédű. Tehát azért itt még getekről egy árva szó sincsen. Ha futunk még egy kört, olyan proxy beállítások mellett, ahol már audit logot is kapunk, ott látszik, hogy itt már megjelenik a logban is, hogy akkor itt már van egy get. Nyilván szerver oldalon gyakorlatilag ugyanaz történik. Ugyanez FTP-re. Ha sima FTP proxyn megyünk keresztül, akkor voltaképpen semmi különös nem történik, a csatlakozás sikerül, a logban ezt meglátjuk, illetve a szerver logban meglátjuk, és a tűzfal logjába is keletkezik néhány sor, de nem túl sok minden. Ha ugyanezt megpróbáljuk egy másképp felkonfigurált FTP proxyn keresztül vinni, akkor azért látszik, hogy jóval bővebb loghalmaz keletkezik, amiben egyébként minden parancs benne van, amit a kliens kiadott. Látszik, hogy a kliens az első bejelentkezéskor már viszonylag sok mindent akar a szervertől. Flexibilitás. Na most, ez egy nagyon egyszerű és móricka példa arra, hogy miket lehet megcsinálni az adattartalommal. A felállás ugyanaz, ami a korábbiakban, tehát kliens, szerver és akkor a tűzfal logja. Elsőre semmi különös nem történt, le tudtuk tölteni a weboldalt. Másodikra akkor egy picit más konfigurációjú HTTP proxyn keresztül megyünk, és hirtelen a kisbetűk, az összes kisbetűk nagybetűre váltottak. Ez ugye nem túl nagy varázslat, tehát ennek még ugye a gyakorlati haszna csekély, de mutatja azt, hogy gyakorlatilag mindenre lehetőségünk van. Ez körülbelül egyébként két sorral intézhető el a konfigurációban. Ami ennél okosabb tud lenni, és van gyakorlati haszna is, hogy az összes linket, ami a HTTP-s, vagy a HTML oldalunkban van, és sima HTTP-s, azt mondjuk ki tudjuk cserélni HTTPS-re. És akkor az utolsó példa, az egy SSL-es példa, aki szereti az OpenSSL-t, és megbarátkozott annak a konfigurációjával, az most így nagyon örülni fog, és nagyon fogja érteni, hogy mi történik. Akik kevésbé barátkoztak meg vele, azoknak én megpróbálom elmagyarázni, hogy mi történik. Próbálunk csatlakozni SSL-en keresztül, ehhez az OpenSSL-t használjuk egy szerverhez. És ez a csatlakozás egyébként sikerül is, és visszakapjuk azt, hogy ez egy önaláírt certificate, amit a szerver mutat. Hát ez egy önaláírt certificate, ez még nem olyan nagyon nagy probléma. És a kibocsátója ennek a certificate-nek az a server.zorp.
Egyébként az első próbálkozás az egy plug proxy-n keresztül történik, ugye ez az a proxy, ami tulajdonképpen semmit sem csinál. Tehát voltak éppen azt kapjuk vissza, amit a szerver egyébként visszaadott volna a tűzfal nélkül is. A második próbálkozás esetén már egy olyan proxy megyünk keresztül, ami kibontja az SSL kapcsolatot és ezt újra visszacsomagolja. Hol tűnhet ez fel nekünk? Leginkább ott tűnik fel, hogy megváltozik az issuer, tehát megváltozik a kibocsátója a certificate-nek. Ugye, ha ez nem változna meg, az bizonyos szempontból jó volna és bizonyos szempontból rossz. Az én szempontomból annyi volna jó, hogy nekem vannak viszonylag jó ötleteim arra nézve, és hogyha tudnánk olyat csinálni, hogy nem változik meg a certificate, amit a szerver felmutat, akkor én hogy gazdagodjak meg nagyon. Viszont megváltozik. Ezt nyilván kulturáltabb böngészők észlelik is, hogy ők nem pont olyan certificate-et kaptak vissza, mint amire számítottak volna. A böngészők ugye tartalmaznak számos CL-certificate-et, az azokkal aláírt tanúsítványokat elfogadják, más tanúsítványokra, vagy lejárt tanúsítványokra, vagy önaláírt tanúsítványokra pedig földobnak hibaablakot, hogy akkor szerintük ez kevésbé biztonságos. Annyit tudunk tenni itt az ügyért, hogy létrehozunk egy saját célt, azzal írunk alá certifikéteket, ezzel fog működni a titkosítás, és azt a célt, amivel a certifikéteket hoztuk létre, azt importáljuk be a böngészőkbe, és innentől a böngészők megnyugszanak, számukra biztonságosnak tűnik majd ez a kapcsolat, és mi tartjuk mégis kontroll alatt ezt az egész forgalmat, kicsomagoljuk a teljes SSL-t, ebből körülbelül senki semmit nem vesz észre, és a benne lévő forgalmat, mondjuk egy HTTPS esetén egy HTTP-t, azt ugyanúgy tudjuk értelmezni, mintha egy sima HTTP-ről lett volna szó. Ami itt látszik, hogy kör segítségével megmondjuk azt, hogy a célja a CERT az ez, és ezt a CA certet, ezt a CA certificate-et, ezt tekintjük megbízhatónak. Ha megbízhatónak tekintjük ezt a certificate-et, akkor mindjárt megláthatjuk a weboldalt. És semmilyen problémázás nincs azon, hogy most ez ne lenne megbízható. No, ezek lettek volna a példák. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket.